Magyarországon már 2019-től szigoríthatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium a műanyag zacskók és egyszerhasználatos műanyag eszközök használatát, és 2021-től a műanyag zacskókat teljesen betilthatják. A környezetvédelem manapság egyre fontosabb szerepet kap a hétköznapi életben is. Az Óvd a Földet szlogen már mindennapjaink része. A gyerekek többször tanulnak róla az óvodában és az iskolákban is. Mégis sokszor háttérbe szorul, hogy miért is kell szelektíven gyűjteni a szemetet, mi az az óriási cél, amelyért környezetvédelem címen közösen teszünk. A globális környezetszennyezés, a megváltozott életvitel és az egyre növekvő fogyasztás elképesztő mennyiségű erőforrást emészt fel, amelyet a Földünk biztosít számunkra. Azt azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a Föld készlete véges és nem tűri sokáig, hogy beavatkozunk a természetes működésébe. A Föld az élőhelyünk, a jövőnk, az egészsége a mi egészségünkre is hatással van. Vendégünk a stúdióban dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének tanszékvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Óvd a Földet, ugye ez a szlogen hangzott el itt a bejátszásban. Vajon mennyire hatásos, mennyire fogékonyak az emberek erre a típusú szlogenre? Esetleg más megközelítésből talán jobban betalálna? Olyan jó lenne, hogyha egyszer azt mondanánk, hogy most már az emberek ezt mind értik, hogy miért kell megoldani a Földet. Nagyon egyszerű, a alsó tagozatban, ha néha előfordul, hogy a órámmal a gyerekekkel azt szoktuk beszélni. Azt a kérdést teszem föl nekik, hogy gyerekek, gondoljatok bele, mi és a Föld egy közösség vagyunk, egy rendszer együtt. Most képzeljétek el, hogy ebből a rendszerből kivesszük az embert, mi lesz a Földdel. És a gyerekek rögtön tudják, hogy ó, tanárbácsi még jobb is lesz neki. Na és most vegyük ki a Földet, vagy a természetet, mi lesz az emberrel, rögtön tudja az alsó tagozatos is, hogy akkor az ember rögtön meghal. És ehhez képest felnőttként nem így viselkedünk. Tehát nincs olyan cselekedetünk, ez a televíziós műsor, az a papír, a víz, bármire gondolunk, a Föld nélkül nem lehetséges, hogy fel tudjuk ezeket használni, tehát ezért kell óvni. Mi az, amit ezért tenni tud egy környezettudományi intézet, egy egyetemen, illetve milyen szinten, mi a teendő? Köszönöm ezt a kérdést, erre nagyon szívesen válaszolok. A Nyíregyházi Egyetem egy olyan egyetem, ahova a hallgatók, amikor bejönnek, rögtön fölvehetnek, sőt azt mondom, hogy kötelező fölvenni egy tantárgyat, bármelyik fél évben fölvetik, ennek az a neve, hogy környezet és ember, ahol találkoznak velem, és ezeket a kérdéseket beszéljük át. Tehát nálunk sikerült elérni azt, hogy nem lehet új diplomát szerezni, hogy a környezeti problémákról, fenntarthatóságról, környezettudatosságról ne beszélhetnénk. De azt hiszem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy a tanáraink úgy menjenek ki, hogy ezt mindenféleképpen továbbadják majd a következő generációnak. De ezt bárki megteheti, bármilyen szakmában. Az elmúlt évtizedekre visszatekintve lehet-e valamilyen folyamatot megfigyelni ebben, illetve az ehhez való hozzáállásban? Én úgy gondolom, hogy azért egyre tudatosabbak vagyunk. Tehát most már akárhova is megyünk, felmerül az a kérdés, hogy tényleg olyan komoly a baj, mint ahogy hallottunk róla. Itt is láttuk a bejátszásban, tényleg a tenger legmélyebb pontján is hulladék van. Igen. És szoktam viccet sem mondani a hallgatóinak, hogyha a Himalájára mennek, kukazsákot feltétlenül vigyenek, mert egészen nagy magasságban is már hulladékot találnak, és onnan nem szokták lehozni. Tehát egyre több embert foglalkoztat, és azt hiszem, hogy sokan elgondolkodnak azon, hogy mit lehet tenni. De az a helyzet, hogy még nagyon-nagyon kevés az az ember, aki tényleg is tesz érte. Mi az, amit lehet tenni a különböző szinteken? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy végig gondoljuk, és én mint szülő, mint tanár. És ugye előbb-utóbb mindenki szülő lesz, vagy majdnem mindenki, hogy mit hagyunk a gyerekeinkre. És én ezeket az előadásokat mindig úgy szoktam kezdeni, hogy a következő generációtól ott 20 évesek ülnek, vagy éppen leérettségizettek. Rögtön bocsánatot kérek tőlük, és meg vannak lepődve, hogy miért, és azért kérek bocsánatot, amit az én generációm rájuk hagyott. Láttuk a bejátszásba.
ezt őszintén be kell vallani, ezt nem, még nem teljesen ők csinálták, hanem azt az őket megelőző generációk, többek között én is. Hogyan tudunk ebbe belenyúlni? Mert ugye a szülő neveli a gyereket, de hát azért valahol a gyerek is neveli a szülőt. Így van. Mint hogyha hallgatózott volna az előadásomon, én mindig azt mondom, hogy ha még együtt vacsoráznak, ha még együtt szoktak lenni a családban, akkor vessék fel azt a témát, hogy biztos, hogy mindent megteszünk azért, és most vissza az elejére, hogy az a föld, amely nélkül semmilyen célunkat nem érhetjük el, szóval hogy megteszünk-e annak érdekében mindent, hogy ez a föld a lehető legjobb állapotban legyen, de nem csak nekünk, hanem a következő generációnak, a gyerekeimnek, az unokáinknak. Na, ezt hívjuk fenntartható fejlődésnek. Ez nem azonos a fenntartható gazdasági növekedéssel. Ahhoz viszont, hogy az ember akár egyéni szinten is környezettudatosabban, akár mondjuk a szelektív hulladékgyűjtésben elég alapos és precíz legyen, azt kell, hogy lássa, hogy értelme van annak, amit tesz. Amikor azt látja, hogy ő szelektíven gyűjt, de egyébként valahol ott egy konténerbe összeborítják az egészet, hát akkor lehet, hogy azt mondja, akkor én mit erőlködjek azon, hogy itt különféle zacskókat pakolgassak a lakásomban. Valóban nagyon-nagyon fontos lenne, és a legeslegelső dolog lenne, hogy az érintettek, ezt így szokták mondani, az érintettek tájékoztatása, azaz olyan tájékoztató programok lennének, többek között a televízióban is, máshol is, ahol tisztában lesz mindenki azzal, hogy azt, amit összeborítanak, vagy éppen amikor elviszi, azt szét is válogatják egyébként. Tehát ott van egy technológia elmögött, ahol külön a fémet, külön az üveget, külön a papírt, ennek megvan a megfelelő technológiája. De ha nem tudom, hogy annak van eredménye, akkor valószínűleg nem fogom megtenni. Tehát én úgy gondolom, hogy is mondjam csak, szóval olyan reklámok is kellenének, ami nem csak arra buzdít bennünket, hogy vegyed, vigyed, és még többet, hanem gondolkodj előbb, hogy gondolkodj. Tehát most mondok egy példát, milyen jó lenne, hogyha egy olyan fenntartható városban élnénk, ahol olyan üzletek vannak, ahol mondjuk ez az ing ki van téve, és akkor elmegyek megnézni, hogy ez jó lesz-e nekem, vagy nem is. És akkor mondom, hogy mi a szempont ma, a lejellemző szempont. Mennyibe kerül? Milyen minőségű? Mennyire tartós? És csak ezután jön, hogy ennek milyen környezeti vonatkozásai vannak. Na, de hát egy ingnek milyen környezeti vonatkozása lehet? Például az, hogy még ez az ing elkészült, körülbelül 2500-3000 liter vizet használtak föl hozzá. Honnan származik az az anyag, amiből ezt megcsinálták? Lehet, hogy valahonnan más földrészről hozták, és az a hajó, az a repülő, az a kamion milyen üzemanyagot használt? Milyen szennyezőanyagot bocsátott ki? Vagy az az alma honnan származik? Hát én egyszer láttam Nyíregyházán új-zélandi almát. Ilyenkor, bocsánat, Lár Andrással már beszéltem, rögtön ő jut eszembe abban a bizonyos műsorban, hogy ez normális, hogy új-zélandi almát Nyíregyházán? Hát itt nincs. Ilyen mélyreható kérdéseket nem nagyon tesz fel az ember magának valóban, amikor elmegy vásárolni, de beszéljünk most egy kicsit arról, ami kézzelfogható mondjuk a nájlonzacskó kérdéséről, amit ugye a közeljövőben terveznek beszüntetni Magyarországon. Mi az, amit ezzel el tudunk érni? És mondjuk azt, hogy összhangban az Európai Unióval nem olyan régen szavaztak egy tervezetről 87%-os többséggel, hogy kivezetik az egyszer használatos dolgokat, többek között ugye a műanyag zacskók, és ilyenek nevezzük zacskóknak őket. Én nagyon örülök, hogy Magyarország ezt 2021-ig megpróbálja megcsinálni. Mi a gond a műanyag zacskóval? Hát először is az a forrás, amiből előállítják, az nem megújuló. Tehát kőolaj, alapvetően kőolajból, vagy kőolaj származékból állítják elő. Tehát ez véges, el fog fogyni. És nem bomlik le. A másik probléma az pedig, hogy lebomlik, csak nagyon-nagyon hosszú távon. És aztán ugye azok az állatok, amelyek körülöttünk vannak, amelyek a természetnek nagyon fontos részei, nem tudják, hogy nem szabad megenni, nem szabad a fejét beledugni, és sorolhatnám tovább, hogy nem tudja mi az, hogy szívószál, belekerül a nyelőcsövébe, az órába, és sorolhatnám tovább. Szóval nagyon-nagyon sok problémát okoz, és akkor hagyd mondjak egy rossz hírt. Múlt héten olvastam a legújabb tudományos vizsgálat. Korábban már tudtuk, hogyha megvizsgáljuk a halakat, vagy akár a vízimadarakat is, 10-ből 9-ben úgynevezett mikroműanyagot lehet találni. Na de mi a helyzet velünk? Mi mindent felhasználunk, mindent megeszünk. És megtörténtek az első humán vizsgálatok,
Természetesen a vizsgált személyeket nem boncolták föl, de viszonylag egyszerű vizsgálat, ürülékvizsgálatot végeztek. 5 milliméteres műanyagot is találtak, mondjam azt, hogy bennünk. Tehát a kör bezárult, szerte szétdobáltuk mindent, és már itt van bennünk a vízben, és sorolhatnám tovább. Tehát ezért kell ezeket kivezetni, mert tulajdonképpen egy rossz kör folyamat zárult, ugye a Föld úgy tart föl mindent, és bennünket is, hogy kör folyamatokban gondolkodik. Most ősszel látjuk, hogy a levél lehullik, tavasszal már nem fogjuk látni. Miért? Mert a kör folyamat része lett. De ha a műanyag lehullik, mert eldobjuk, az nagyon sokáig nem lesz a kör folyamatnak a része. Dr. Kis Ferenc, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.